Új-Zéland. Siegfried Rauch, Végvári Tamás, Heide Keller, Mennsátor Magdolna, Horst Naumann, Szokolai Otto. Irány 295. Mikor érünk Új-Zélandra, Jakob bácsi? Szerda délelőtt. Ha csak nem ütközünk egy jéghegynek. Jaj, Beatrice még a végén elhiszi. Ennyire butának tartasz? Ne haragudj. Megnézem, megvan-e még a horizont? Jó. Nagyon okos a kis pártfogoltja. Hoppá! De sietős, hozzám akarsz kerülni? Maga kicsoda? Én vagyok a doki bácsi a hajón. Fáj a hasa, ne szenvedjen, dr. Schröder, meggyógyítja, na, és most futás. Hé! Hallották már? Süllyedünk! Mi van? Mert jéghegynek ütköztünk, mint a Titanic. Az utasok ott is csak később tudták meg. Jéghegy a csöndes óceán. Na hát. De az elején elhitte. Vallja be. A kisrác majdnem lóvá tett. De az elején elhitte, igen, igaz? Igen, igen. Hé! Képzeld el, ha egy szívbeteg utas elhinné neked a rossz hírt. Vagy akinek vérnyomás gondja van, akkor te leszel a hibás az infarktusért. Nem is lenne rossz. Ha rendesen végigkérdezne mindenkit, 50%-kal kevesebb utas maradna a hajónkon. Róze, gonosz vagy. Miért lennék gonosz? Csodálatos elképzelés. Egy félig üres étterem. És persze dupla adag kaviár. Hallotta, süllyedünk. Egy jéghegy. Komolyan? Lennél olyan kedves, és hoznál egy mentő mellényt? Jéghegy vagy fagyi? Csokoládé vagy eper? Oké, nem jött be. Jó, egyébként elkenődött a rúzsa. Az áradást olvassa. Kicsit sem feltűnő. Hogy érted ezt? Hogy feltűnően sokat van a közelünkben, és mindig van nála egy könyved, amit buzgón olvasgat. Valaki csak veszi a könyveimet, különben nem fogynának jól. A nagy áradás az egyik legjobb szerelmes regényem. Talán önkéntelenül megérezte, hogy meg akarom ismerni. Talán nem hallok jól. Vagy a jó öreg Paula Pattiniról szeretnél vele cseverészni, mondd. Miért ne? Ha úgy adódik. Heinz, teljesen elment az eszed. Ez nagyon veszélyes. És ha elszólod magad, és rájön, hogy ki vagy valójában, na akkor annyi Paula Pattininek. És neked, és nekem. Nem érzed, hogy megint túlzásba estél? Nem. Alábecsülsz bizonyos újságírókat, akik imádnak pletykálni. Évek óta próbálkoznak rájönni, hogy kicsoda rejtőzhet a Paula Pattini név mögött. Hello, felügyelő úr! De nem ez ilyen feltűnően felügyelőnek. Mert már nem is vagyok az, nyugdíjba mentem, mondtam neked. Egy felügyelő egész életében az marad. A tévéből tudom. Vagy úgy. Akkor biztosan úgy van. Hogy szedik ki valakiből az igazat? Micsoda kérdés. Úgyhogy a fejére olvassuk a tetteit. És ez beválik? Na persze. A tettes elpirul, elsápad, dadogni kezd.
Te? Te vagy az a kisrác, aki a hajón mindenkinek bemesélte, hogy jéghegynek ütköztünk, sőt, azt állítottad, hogy süllyedünk. És, de... De így van, nem? Csak... Igen. Látod? Hát így csináljuk. Mit szeretnél tudni, egy bűnöző nyomában vagy? Vagy rá akarsz ijeszteni valakire? Szerintem van egy kémünk. Hogy ismerted fel? Kötélből vannak az idegei. Hogy ezt hogy állapítottad meg? Meséld el. Mikor mondtam neki, hogy süllyedünk, és tényleg hihető voltam. Uh-huh. Egész nyugodtan azt mondta, hozzak neki mentő mellényt. És? És ráadásul szatellit telefonja van. Az micsoda? Műholdas telefon. A Föld minden pontjáról tud telefonálni. Na nézd csak. És ki ez a hölgy? Nagyon szép. Uh-huh. Mint a kémek általában. A tévében. Ne türelmetlenkedj, meg lesz a leleplező cikketek. Hamarosan a kezemben van. Az orra elé feküdtem ki az utolsó könyvével. Nem tudott nem észrevenni. Mi? A nagy áradás. Mit mondjak, borzalmas. Miki? Igen? Gyere a hídra, vár a kapitány. De miért? Azt majd ő elmondja. Gyere, túl fogod élni. Gyere, menjünk be az irodába, és foglaljuk le a kirándulásokat, jó? Vacsora előtt még ledőlnék egy kicsit. Ide adod a kulcsot? Nem, veled megyek. Ne, miért? Regine. Szeretnék fél órát egyedül lenni a kabinunkban. Mondd csak, nem gondolod, hogy te próbára teszed a kapcsolatunkat? Mert szeretnék fél órát egyedül lenni. Nem, mert te... Hartmann úr. Üdv, Beatrice. A felesége nincs jól? De nincs semmi baj, köszönöm. Tudja, dr. Schröder nagyon tapasztalt orvos. Itt orvos nem segíthet. A nejem mindennél jobban szeretne egy gyereket. Természetesen én is, de ő sokkal jobban. 4 éve vagyunk házasok, és tudja, már semmi nem okoz örömet, mintha csak ez az egy vágya lenne, amit sajnos nem lehet teljesíteni. Nem akarok indiszkrét lenni, Nem, semmi baj, ellenkezőleg jó, hogy valakinek... Regine eddig 2-szer vetélt el, az utolsót 2 hónapja. És a klinikán a professzor teljesen egyértelműen megmondta, hogy nagy valószínűséggel nem lehet több gyerekünk. Ez az út nagy hiba volt. Ne haragudjon, hogy ennyire... De én segíteni szeretnék. Csak már nem tudom, hogy hogyan. Igen? Jaj, még mindig nem vagy kész. Látod, hogy igyekszem. Miért vagy ideges? Mert fenyegetsz. Nem fenyegetlek. Te nem tudod, hogy milyen, ha Rose Gervinius tényleg fenyeget valakit. Várj, majd én megcsinálom. Akkor ezt minek nevezed? Csak tanácsot adok. De muszáj megfogadnom. Nem minden áron. Nem vagyok az anyád. Nagy kár. Csak az ügynököd. Na! Hol tanultad ezt? Volt egy férjem. Nagyon köszönöm. Rose, kérlek, értsd meg, szeretnék... Tudom, nem szeretnél soha többé Paula Pattiniként szerepelni a könyved borítóján, mert Heinz Schulz vagy. Igen. De legalább megpróbálhatnánk. Honnan tudod, hogy nem lesz belőle baj? Mi van, ha az olvasókat nem érdekli, Schulz úr? Egyszerűen visszakeresztelünk, vagy mi? Ugyan légy egy kicsit reálisabb, és bízz a nőben, aki kitalálta Paula Pattinit. Jó, de a regényeket csak én írtam, nem? Ugyanezt senki sem vitatja. Ez benne a fantasztikus. Úgy írsz, mint egy nő. Ezt szeretik benned az olvasók is. Nem szerzőként vagy sikeres, hanem szerzőnőként. De nagy árat fizetek a sikerért. Nem vagyok önmagam.
Fel vagyok háborodva. Hogy ijesztheted meg ennyire az utasokat? A jéghegyet nem én, hanem Beatrice találta ki. Te is itt voltál. De viccnek szánta. Én is. Nem jó vicc. Túl sokan panaszkodtak. Egyébként ma egy másik asztalnál ülsz. Már megint? Most meg miért? Még kérded, mert azt mesélted az asztaltársaidnak, hogy az este felszolgált rákokat a hajóról vakarjuk le. És szerintük ez nem túl gusztusos, képzeld el. A főszakács mondta. A konyhában semmi keresni valót. Köszönöm. Egészségünkre. Nos, itt is a fiatalember. Jó estét. Miki viselkedj. Jó estét. Az Istenért ez mit csinál? Nem az Istenért, hanem érted csinálja, fiacskám. Hogy érted ezt? Mindjárt meglátod. Kérlek, hadd beszéljek én. Elnézést, hogy zavarok, de az asztalomnál van egy kis probléma. Na, remélem nem ragályos. Rettenetes húzat van. És néhány napja úgy kapar valami a torkomban, most már azt is tudom miért. Igen, egy meleg rókafarok néha csodákat tesz. De kérem, foglaljon helyet. Köszönöm. Nagyon kedves. Mm. Köszönöm. Ó, elnézést, még be sem mutatkoztam. Matern. Hemma Matern. Gervinius. Rosa Gervinius. Heinz Schulz. Nem egy különleges név. De könnyű megjegyezni. De ez már a sokadik asztalod. Mert az emberek nem értik a viccet, maga igen? Azt hiszem, igen. Az attól függ. Itt volt ez a jéghegy. Hogy lehet valaki olyan buta, hogy elhiggye nekem? Mást viszont nem hisznek el, pedig ez tényleg igaz. Például? Például a motorhiba. Miféle motorhiba? A hajón 4 motor van a 2 hajócsavarra. Az egyik 2 órája nem megy. Ezért Ausztráliában kötünk ki, nem Új-Zélandon. De hogy tájékoztattak volna? A kapitány a keresztapám. Mindent első kézből tudok. Magát nem lehet átverni, igaz? Nem tudom, de... Látom, nagyon szereted lóvá tenni az embereket. Egy dupla grappát és 3 espresszót kérek. Az előbb véletlenül láttam, hogy Paula Pattini egyik könyvét olvassa. Igen. Köszönöm. Igen. A Nagy áradás, az utolsó könyve. Persze reméljük, hogy nem az utolsó, de ki tudja, senki sem ismeri, senki sem tudja, hány éves. A fiatalos stílus ellenére lehet, hogy már idősebb, ellenben ugye a hősnői mindig tapasztalt nők. Miért kérdezi, szereti? Egyszer belenéztem egy könyvébe, és nagyon szórakoztató volt. Maga mivel foglalkozik? Ha megkérdezhetem, kedvesem. Könyvkereskedő vagyok. Ah. És a Pattini könyvek jól fogynak? Kiválóan. Mindig szerettem volna meghívni egy felolvasásra, de senki nem tudja, hol él, még a kiadója sem. Nagy titok ez, bizony. Ez a Pattini. És maga mivel foglalkozik, ha megkérdezhetem? Újságíró vagyok. Egy cikk sorozat miatt megyünk Új-Zélandra. Gervinius asszony a munkatársa. Igen. Remek. Csak ide ülök az asztalokhoz, faggatózom. Kérem, bocsássanak meg. Nem, kérdezzem bátran. Nyerte! Hol vannak a szüleid? Nem is hiányoznak? Nincsenek szüleim. Én egy szegény árva vagyok.
Ó, Miki. Tényleg? Ezzel nem illik viccelni. Mivel? A nejem úgy érti, hogy ne add ki magad árvának, ha nem vagy az. De az vagyok. A szüleim meghaltak egy autóbalesetben. 3 éves voltam, aztán a nagyinál éltem. 6 éves voltam, amikor meghalt. Aztán internátusba mentem, és most is ott élek. A keresztapám gondoskodik rólam, már amikor tud, ő a kapitány. Sajnállak a szüleid miatt. Ne sajnálkozzon. Nem is emlékszem a szüleimre. Már régóta nélkülök élek. Nem is tudom, milyen érzés családban élni. Jó ét! Jó ét! Hallottad, hogy fogalmazott? Senki nem írja le a nők érzékenységét oly mély beleéléssel, mint Pattini. Ez a fekete erdei krónika cikkéből való. És mint tudod, ezt tettük rá a kötet hátoldalára is. Igen, de ez nem azt jelenti, hogy Helma Matter nem így gondolkodik. Ah, na ugyan már. Egy igen elcsépelt indokkal odajön, leül az asztalunkhoz, faggatózik, könyvkereskedőnek adja ki magát. De mi van, ha tényleg igaz a gyanúm és újságíró, he? A vérszomjas paparazzo Helma Matter inkognitóban egy luxushajón a csendes óceánon. Igen, miért ne? Ugyan kérlek. Csak azt mondom, hogy tartsd magad távol ettől a nőtől. Én is ezt teszem. Kár. Azt hittem, együtt megyünk kirándulni. Na ha-ha. Ugye csak viccelsz, remélem. Nem tréfa. Helmával megbeszéltük, hogy holnap megnézünk egy maori show-t. Helma? Ennél Disneyland is érdekesebb. Menj közelebb, innen nem látni. Felülről akarok belenézni. A gyógyszert. Drágám, rosszul vagy? Nem, csak annyira imádom az ízét, Nyuszi, siess már. Hagyjad már, kösz. Vizet. Ne forduljunk vissza, Gerd. Az ilyesmi már nem neked való. Már nem. Dohánynak tart az öcsi? Egy öreg semmire kellőnek. Szó sem lehet róla. Na figyelj, egész közel megyünk, még ha füstmérkezést kapunk is. Végre kapok valamit a pénzemért. A vulkán nem füstölne. Nem tennék zsebre, amit kapnának. Ezt nem javasolnám egyetlen vulkánnak sem. Na, már megint. Hiszen már ismersz. Tudod, hogy nem ismerek tréfát. Főleg, ha fizettem érte. Thank you.
Hát én nem érzem jól magam. Ha Stella fél, Gerd, akkor talán jobb lenne, dehogy ha... is nem félek. A félelem innen jön, de nekem itt fáj. El sem hiszed, hogy mennyi félelem lehet ott. Csak segíteni akartam. Köszönöm. Nem úgy értettem. Na gyerekek, ha kiderítettétek, hol van a félelemfészke, talán élvezhetnétek a látványt is. Jaj, Nyuszi, azt hittem, örülni fogsz a meglepetésnek. Láthattál egy működő vulkánt. Nem is a te ötleted volt, hanem Póli. Nem baj. Mindegy, kinek az ötlete volt. Igen. A lényeg, hogy itt vagyunk. Majd jönni fog. Jó minőségű dögös képeket akarok. Nem, nem kompromitálni akarom, hanem leleplezni. A dögös itt most beszédest jelent. És nagyon fontos, hogy én is sokat szerepeljek azokon a képeken. Végtére is szeretném megmutatni az olvasóknak, hogy beszéltem ezzel a pasival. Ó, akkor most elmondom, hogy mi lesz az útvonalunk, és hogy hogyan ismer majd meg. Elnézést. Igen? Elnézést, hölgyem, szabad még ez a hely? Dohányzik? Pipázom. De társaságban soha? Tessék. Köszönöm. Kérem, a kabátomon ül. Elnézést. Látom, miattam késte le a buszt. Őszintén szólva, sokkal jobban örülök, hogy taxival megyünk, és nem a busszal. Igen, de így sokkal drágább. És egy kis könyvkereskedőnek nem mindegy, hám. Kérem, legyen a vendégem. Nem szívesen, mert akkor lekötelezett. Ne aggódjon. Nem én fizetem, hanem a kiadóm. Ó, vagyunk. Mármint a szerkesztőségem. Jó, akkor irány a Maurik. Indulás! Tipikus gyarmat. A hódítók nagyvárosokban, klimatizált irodákban ülnek. A megszelídített vadak meg tánccal szórakoztatják a turistákat. Azért ez nem ilyen egyszerű kérdés. A maurik egyenrangúak a gyarmatosítóikkal. Nem vették el a területüket, mint az ausztrál benszülöttektől. Valahol azt olvastam, hogy a maurik mégsem elégedettek a jelenlegi helyzettel. Igaz, de a vezetőjük, a néptribúnus igyekszik minden igazságtalanságot korrigálni. Akkor már értem, hogy miért pont ide jött témát gyűjteni. Új-Zéland egy ország, ahol ma is béke van. Jó, tudom. Talán épp ez a hosszú fehér felhő országának titka. A maurik így nevezik az országukat. Az ország, ahol a dzsungel, nem, ahol a dzsungel gletszert csókol. Ha egy harcos hirtelen idelép, és úgy tesz, mintha fenyegetni akarná, maradjon egészen nyugodt. Valószínű, hogy ezzel a magatartással csak a turisták reakcióját akarják kiprovokálni.
Nem tudni, honnan kerültek ide a maorik. Valószínű, hogy Polinéziából kenusztak át már vagy 1000 éve. Még ma is olyan kunyhóban élnek, mint akkoriban. Talán pont a mi kedvünkért, hogy láthassuk őket. Maga rendőr volt? Egy szavát sem hiszem. És miért nem? Na hallja, tudom, hogy mennyibe kerül ez a luxusút. Ha egy nyugdíjas rendőr ezt megengedheti magának, akkor én megeszem a kalapom. Látom, egészen pontosan tisztában van a fizetési viszonyokkal. Ezt az utat a kollégáimtól kaptam ajándékba, összedobták rá a pénzt. Ez a búcsú ajándékom. Ezek szerint eléggé közkedvelt lehetett. Magam is meglepődtem. Azt gondoltam, egy új pipát kapok. Olyan arcot vág, mint akit rajta kaptak. Most pedig, mintha irigykedne. Ó, nem. Változtassuk meg. Nem pont így gondoltam. Kár. Mondja, melyik részlegen szolgált? A gyilkosságin. A gyilkosságin? Hű. Szeretném, ha vacsorához átülne a mi asztalunkhoz. Vajon miért érdekel mindenkit a gyilkosság? Mert mindenki ismer valakit, akit szeretne a túlvilágra küldeni. Nézzétek! Üdv a hazának, honfitársak! Juhú! Ugyan egy kicsit nagyobb bárka, de itt legalább egymás közt vagyunk, ugye, Nyuszi? Stella! Igen, drágám, elnézést. Elgondolkoztam. Hazudsz, Nyuszi. A gondolkodáshoz ész is kell, de szerinted nekem olyan egyáltalán nincs a fejemben. Többet nem kapok. Szerintem Stella nagyon is intelligens. Szerintem is. Gondolod, valami butuskát vettem? Bocs, viccnek szántam. Tudom, Gerd. Ha már lemész, hozz egy új üveggel, oké? Okay? Így el már valamit, hogy jobb kedved legyen. Kora délelőtt sosem kívánom, te is tudod. És vigyázz a vérnyomásodra, neked se tesz jót. Ha már ennyire okos vagy, Nyuszi, hozd a tablettáimat is a pezsgőhöz. Benni, hozzá se nyúltál a pohárhoz. Nekem is korán van még, ne haragudj, Gert. De el tudjátok rontani a kedvemet. Mégis azzal kellett volna jönnöm. Mindig lenne ivó cimborám. A kis építész irodád az én megrendeléseimből él. Akkor most, mint kvázi munkaadód, elvárom tőled, hogy mosolygós arccal kocsincs velem erre a gyönyörű tengeri kirándulásra. Ezt muszáj elfogadnom. Hát akkor arra, ami a hatalmas nyílt óceánon vár ránk. Igen. Regina, én tényleg megértem a bánatot, hidd el, de ez nem azt jelenti, hogy minden utunkba kerülő árvát örökbe fogadhatunk. Ő nem csak az utunkba került. Én hiszek a véletlenben. Biztos oka van, hogy ezt a fiút fogtuk ki. Nézd,
Internátusban él, ugye? A keresztapja ennek a luxushajónak a kapitánya, gondoskodik róla, úgyhogy... De ez nem pótolja a szüleit. Na, tetszik neked? Mennyibe kerül? $4. Oké, elvisszük. Rendben, köszönöm. A tiéd. Rosszul vagyok. Mi bajod van? Megint megszédültem. Dr. Schrödernek, a hajóorvosnak sok gyógyszere van. Igen, ez remek ötlet, de egy kicsit messze van, túl sokáig tartana. Keresek egy gyógyszertárat, jó? Hozok vérnyomás gyógyszert. Ott egy pad, üljetek oda. Jó, köszönöm. Mindjárt jövök. Hú. Tessék. Köszönöm. Maga egészen kedves fickó. Igen. Elsőre ennyi elég lesz, Schulz úr. Lehetne Heinz? Túl gyors? Nem feltétlen. Helva. Tegeződünk? Na hallod, ha egyszer már a csókot úgy is letudtuk. De megismételhetjük. Hát akkor mostantól te egyetértesz? Van egy kis dolgom. Majdnem elfelejtettem. Elkísérhetem? Elkísérhetlek? Nem, nem. Halálra unnád magad. A hajón találkozunk. Látod? Úgy faragták ki, hogy nevethet, de sírhat is. Miért ilyen durvák a vonásai? Nem, ez azt hiszem inkább a maszkja. Látod? Valami könyvben olvastam róla. Hello. Hello. A magáé? Igen, az én babám. Mi a neve? Diana. Diana a neve. A hercegnő után. Aha, Diana. Igazi kis hercegnő. Nagyon-nagyon aranyos baba. Maga itt lakik? Németországban. Ó, turisták. Turisták. Az jó. Ha ide jössz hozzám. Na, ide jössz. Ó, annyira édes. Engem keresnek, tudja? Megfogja a babámat? El akarja vinni innen a gonoszoktól? Mit akar? Azt hiszem fél, hogy elvehetik a babáját. Értem, jönnek, látja? Melyik szállodában van? Nem a hotel, hajó. Hajóval vagyunk. Mi a hajó neve? Deutschland. Deutschland? A fenébe. Fenébe. Megkeresem, jó? Ez már valami. Ha elmesélem, mindenki azt hiszi, csak kitaláltam. Most mit csinálunk? A rendőrségre visszük? A rendőrségre? Nem. Nem, 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 nem. Segítesz? Hát persze, mit csináljak? Hello. Na? Igen. Igen. Ez egész jól sikerült. Igen.
azt hiszem, erre van szükségem. Szia, Miki! Hová tűnt a... hol a feleségem? A hajón. Hogy a hajón? Azt gondolta, jobb lesz, ha lefekszik egy kicsit. Kéri, hogy ne aggódjon. És hogy nézzük meg a várost. Mi ketten, ha van kedve. A felesége mindent le is jegyzett, ha nem hinne nekem. Ne, hiszek neked. Miért akarnál valótlanságot állítani? Vagy talán nincs is kedve velem tölteni a napot? Találjuk ki, mit fogunk csinálni. Rengeteg lehetőség van. Szeretnék motorcsónakozni. Akkor gyerünk, irány! Ez az. Jó van, Pajti, nagyon ügyes vagy. Kösz, Pajtás! Hello! Jó napot! Köszönöm. Köszönöm! Jó napot! Köszönöm. Parancsolj! Köszönöm. Kicsi hercegnőm. Kezdjük pelenka cserével. Aztán kapsz valamit enni. Gyereket szeretne, nem? Ő mondta neked? Nem, pont így. Nem tudom, de látni, ahogy a gyerekekre néz. Ezt jól megfigyelted. De miért... miért érdekel téged? Nem tudom, mert nincsenek szüleim. Mert senki nem néz úgy rám, mint néha a felesége. Hello, drágám! Ne haragudj, kicsit tovább tartott, mint gondoltam. Hello! Nézd csak, vendégünk van. Ő itt, Diana. Diana Müllerék kisbabája. Hogy milyen Mülleréké? Nem ismerek... nem is volt baba a hajón. Nem is ismerheted Mülleréket, és eddig nem is volt baba a hajón, mert Müllerék Oaklandben szálltak fel. Itt szálltak fel? Aha. Igen, ők és velük még jó néhány utas. Ausztráliában nyaraltak, és most pont a mi hajónkkal utaznak vissza. Na, gyere már ide, és nézd meg ezt az édes babát! És hogy jutottál hozzá ehhez a babához? Megfogod? Igen. Jézusom. Egész egyszerűen. Mikor délben visszajöttem, megismerkedtem Müllerékkel. Fiatal, házas pár, teljesen kimerülve. Órákat késett a gépük Sydneybe, aztán órákon át repültek. Felajánlottam, hogy átveszem a babát, és aludják ki magukat. Tényleg nagyon aranyos. De nem is tudom, nem túl nagy felelősség egy idegen babával. Ó, idegen? Idegen? Hát már rég nem vagyunk idegenek, ha? Hallod, micsoda butaság? Jó, és mikor jönnek érte? Ha a szülei kipihenték magukat, eltart még egy darabig. A kabinba kértem a vacsorát, remélem nem baj. Fogd csak meg. Jó, és tényleg egészen biztos, hogy ez jó neked? Régen éreztem ennyire jól magamat. Nagyon jól vagyok. Ha szerencsénk van, este Wellingtonban vagyunk. Tudod, hogy ismerkedtünk meg Stellával? Fogalmam sincs.
Mozart koncerten a Filharmóniában? A butha vicceid, Benny, ezért szeretlek még, hogy Mozart koncert. De hát ez... Tudom, Beethoven, Beethoven. Nem vagyok annyira buta, mint aminek látsz. És tudod, miért csinálom? Hogy az üzletfeleim alulbecsüljenek. Jót tesz a boltnak, te is kipróbálhatnád. Meséld el neki, hogy is megkettünk. Hagyjuk ezt, Grady. Ó, kérlek szépen. Szeretném, ha tudná, oké? Okay? Jó, legyen a rövid verzió. Gerdünk cégénél voltam kezdő titkárnő. Jó, és? Aztán? Nincs aztán, a többit ismered. Egyszerűen összeházasodtunk. Ezt olyan szépen mondtad, hogy kapsz érte egy muzikát. Előre megyek, megnézem, mi az ábra. Sose láttam ennyire buta képet vágni. A gyógyszerem. Várj, hozom. Nem, köszönöm, majd én. Minden rendben, Gert? Igen, a gyógyszerért megyek, és ledőlök pár percre. Mit csináltok a potyautasokkal, Jakob bácsi? Bezárjuk őket, és a nyílt vizen tengerbe dobjuk. Ne mesélj ilyen butaságot a fiúnak. Úgy se hittem volna el. Szóval? Szóval? Figyelj, mert nagyon bonyolult. Ha ezt a bizonyos potyautast a nyílt vizen fedezzük fel, magunkkal kell vinnünk. És megpróbálunk valamelyik kikötőben megszabadulni tőle. De hát, ez nem olyan egyszerű. Mert általában nincs útlevelük, vízumuk, semmi. Senkinek sem kellenek. És aztán? Ja. Van, hogy hónapokig hurcoljuk magunkkal, míg vissza nem érünk a hazájába. És a gyerekek? Úgy értem, ha a pótyautas egy gyerek? Vagy egy baba? A gyerekeket Németországban a gyermekvédelem várja, és otthonba kerülnek. Mondd csak. Van valami oka a kérdezősködésnek? Nem, csak érdeklődöm. Ah. Le akarsz lécelni? Jakob bácsi, ha valaki a hajodról le akar lépni, az tutira nem normális. Megyek vacsorázni. Egyébként a konyhából üzenik, hogy penészes a kaviár. Mi? Miért mentél hozzá Gerthez? Mert gazdag. Ez érdekelt? Gondoltam. Megcsalod? Könnyen kapottnál nála szebbet. Nem érzed kínosnak, hogy egy jó barátod nejét akarod elszédíteni, Paul? Néha bejön. Tudod, ilyen pasim is volt már. Nem volt túl jó. Gerd ugyan nem egy szépség, de becsületes. Szeret és gondoskodik rólam. A halála után is. Igen, a halála után. Igen, igen, tudom, Gerd elmondta, hogy te vagy az örököse. Elég volt. Ja, és Stella, nem érted a tréfát? Á, tréfa volt. Vagy csak teszt. Gerd a legjobb barátom. Szeretném látni, hogy megértemled-e. Nem tudom, hogy Gerd mennyire jó barátod, de az biztos, hogy építészként nem vagy kimondottan egy... nagy ágyú. Ha Gerd nem ad munkát, véged van. A klubban azt mondják, már is tönkrementél. És hogy a céged tele van adóssággal. Na, Stella, Stella, ez csak pletyka. Tudod, hogy féltékenységből mondanak ilyet. Nézd rám, jóképű vagyok és sikeres. Van, akinek ez nem tetszik. Apropó féltékenység. Gerd rettenetesen féltékeny. Ha a fejébe venné, hogy ki akarsz kezdeni velem, még ma felfalnának a cápák. Jobb lenne, ha elvennéd a karod, mert gyanakszik rád, és árgus szemekkel figyel minket. Á, igen, képes lenne rá. Nem bízik benned? Bennem bízik. Előfordulhat, hogy a gyanú esetleg úgy felizgatja, hogy belehal. Gerd beteg ember. Nagyon beteg. Csak azt akartam mondani, hogy rám mindig számíthatsz. Tamaki Makau Rau. Ez mit jelent? A száz szerető városa. A maorik költően így nevezik Aucklandet. Érződik. Érződik, hogy kimondottan régi név lehet. Nem igaz? Uh-huh.
Hát remélem, hogy ma azért már több szerető él itt. Három csajfa szerető még mindig sokkal jobb, mint egy rossz férj. Mondja Paola Pattini. Nem, rosszul idézed. Egy rossz férj még mindig sokkal jobb, mint három csajfa szerető. De ez nem Paola Pattini, hanem Gudrun a fjord csodájából. De kedves Heinz, lassan kiderül, hogy te sokkal többet tudsz Paola Pattiniről, mint bevallod. Hogy lehet ez? Hát, mindenki azt hiszi, hogy a pasik csak krimit, szakkönyvet olvasnak. Hiányoltalak a vacsoránál. Meghívhatlak most egy italra. Mettem valamit bent a városban. A hajón ez a nagy trakta. Nem válaszoltál a kérdésre. Rendben van, ha reggel eljössz velem kocogni. Kocogni? Uh-huh. Gyalog? Jöhetsz a kezeden is, ha bírod. Na jó. Köszönöm. Kérem. Hello. Elnézést, Beatrice, szeretnék kérdezni valamit, de nem tudom, válaszolhat. Egy fiatal házaspárt keresek, Mülleréket. Nincs Müller nevű fiatal házaspár a hajón. Ezen az úton, bár ez ritkán fordul elő, csak egy Müller házaspár van. Ők ott ketten, akikkel most beszéltem. Nem, én az én Müller házaspáromnak, nekik kisbabájuk van, és Oaklandben szálltak fel. Nincs baba a fedélzeten, Oaklandben sem szállt be senki. Na jó, akkor a nejem tévedett. Tudja, ha babáról van szó, egy kicsit mindig... Köszönöm. Nincs Müller nevű házaspár ezen a hajón. Hál' Istennek, úgyse adtam volna vissza. Honnan van ez a kis baba? Mikés, te hogy kerülsz ide? Szerettem volna látni a babánkat. Milyen babánkat? Te tudtál róla? Te végig tudtál róla? Psz. Jaj, ne izgassa fel magát. Beszéltem a bácsikámmal. Hogyan? Már a kapitány is tudja? Még nem. Kicsit általánosabb kérdéseket tettem fel. A kiskorú potya utasok gyermekotthonba kerülnek. Onnan biztos örökbe fogadhatják. Nem adom oda senkinek. Soha. Miki! Miki, azonnal mondd meg, honnan került ide ez a baba. Manapság a könyvszakmának sok gondja van? Ó, mint ahogy mindig is. Különösen, ha valaki nem megfelelő kérdéseket tesz fel a szakmával kapcsolatban. Én üzletileg gondoltam, üzletileg. Á, üzletileg, értem. Gervinius asszony, talán tévedek, de annyira furcsán néz rám. Ez igaz. Egész idő alatt azon gondolkozom, hogy vajon hol találkozhattunk. Én... egyszer voltam Frankfurtban, 3 éve, májusban, a könyvvásáron. Talán ott találkoztunk? Ez lehetséges, nem? Nem hiszem. Én minden évben ott vagyok a könyvvásáron, de nem májusban, hanem ősszel. Ah. És kérem, most bocsássanak meg, de nagyon fárasztó, bár igen kellemes napom volt. Holnap reggel kocogunk? Jó ét, Gervinius asszony. Jó ét, kedvesem. Jó ét. Jó ét, Helma. Hagyd abba! Jól leégetted magad, Róze. Milyen vacak csapda, májusi könyvvásár. Azért egy próbát megért, nem? Lehet, hogy Helma Mater nem könyvkereskedő, de legalább a szerepét jól betanulta. További kellemes estét. Jó éjszakát. Viszontlátásra. Köszönöm. Miki, miért nem alszol? Késő van. Nem tudok elaludni. Na, és miért nem? Mi a baj? Á, semmi. Jakob bácsi. Regin Hartman nagyon rendes. És Rolf Hartman is. Igen, szerintem is. De miért olyan fontos ez? Csak úgy. Ki az? Én vagyok, Heinz.
Igen, Heinz. Ne haragudj, hogy nem nyitom ki. Épp lefeküdni készülök. Valami baj van? Én szeretnék valamit mondani. Szörnyű rendetlenség van, nem ér rá holnap? Nem nagyon. Szeretném most elmondani. Na jó, de kérek egy percet, csak egy kicsit összepakolok. Honnan szerezted ilyen késő éjjel? Még délután a városban vettem. Szóval jó előre eltervezted, virággal támadsz rám, hogy rózsákkal férközben egy fiatal hölgy kabinjában, a? Paola Pattini, a jemeni esküvő. Hát valóban, a jemeni esküvőt nem ismerem. Abban is ilyen helyzet van. Nem helyzet, én trükknek nevezném. Én szeretnék elnézést kérni Róze miatt, Gervinus asszony miatt. Úgy érzem, nagyon barátságtalanul viselkedik. Ó, semmi baj, talán a kora teszi. Biztos a női függetlenség egyik élharcosa volt valaha. Szeret csipkelődni, utálja a fiatalabb nőket, és idáig nem terjed a szolidaritás. Úgy látom, te sem kedvelted meg. Hát, nem igazán. Legalábbis eddig. Kérlek, ne haragudj rám. Végül is a szoros munkatársam. Nem. Nem haragszom rád. Azt mondtad, nem félsz tőlem. Igen. Azt mondtam. És ezt nem. És ezt eldobom, csak. Na ennyi volt. Akkor én lefekszem. Már ilyen hamar. Fáradt vagyok. Fáradt? Ugye csak viccelsz. Te fáradt vagy. Ha kicsit sem. Jaj. A Gerdi, egész éjszaka kártyáztunk. Elég már ennyi. Dehogy, most jön csak a java. Pókerezzünk. Hallod, Stella, pókerezni akar. Én nem pókerezek. Nincs fölös pénzem. Játszunk zálogba. Tessék. Az elsőt önként adom. Zálogba? Figyeltelek, ahogy rámozdultál Stellára. Látod, én megmondtam, hogy maradj tőlem távol. Most meg zálogba pókereznél? Ruhákért? Szeretnéd Stellát mesztelenül látni? Már láttam, Gerd. Mi? Hol? Na, ez engem is érdekelne. Á, ugyan, Stella. Valamikor meg kell mondanunk neki. Mi van? Bolond vagy? Miről beszélsz? Meddig akarsz még várni? Ideje, hogy Gerd végre megtudja az igazat. Elegem van a bújócskából. Biztos megártott a sör. Gerd nem érdemli meg, hogy tovább játsszuk a komédiánkat. Ha ez megint valami vicc akar lenni, akkor nem jó. Jó nagy marhaság. Lefekszem. Gerd, drágám, te is gyere inkább velem, jó? Ne hallgass ezt a marhaságot. Ha ez vicc akart lenni, akkor nagyon mellé fogtál. Nem, Gerd, ez nem vicc. Csak téged óvtalak. Ez már jó pár hónapja tart. A jachtklub nyári bulija óta. Ezt nem hiszem el. Emlékszel, Stellának fájt a feje. Azt kérted, hogy én vigyem haza. Utána előbb nálam voltunk, és az is megtörtént. Ez nem igaz. Nem hiszem el. Kérdezd meg. Stella! Stella! Kérdezd meg, ha lezuhanyozott. Hová mész? Hogy hová megyek?
Stellához, hát hová? Zuhanyozik, te is hallhattad. Nem szeretném, ha mesztelenül látnád most, hogy tudsz a viszonyunkról. Mi? Csak szeretnéd. Te hazug. Stella szeret. Pontosan tudom. Ugye már, Gerd? Ne áltasd magad, Stella, gyönyörű fiatal nő. Nézz a tükörbe. Te hájas fejű disznó. Kérem a tablettáimat! A tablettáimat! A tablettáimat! Kell már neki. Meghalt. Meghalt? Hogy? Mi öltük meg. Megfojtottuk. Mi? Igen. Engem is meg akarsz ölni? Ezzel? Élve van rád szükségem, Stella? Vagy ki fogja átutalni nekem az örökség felét? Vagy inkább 60%-át? Leadok egy vészjelet. Jobb lenne, ha logikusan fejeznénk be a dolgot. Különben semmit sem nyertünk, érted? Miről beszélsz? Én ezt nem értem. Nem is kell, hogy megértsd. Jászd szépen tovább a gyászoló özvegyet, és tedd, amit mondok. Mi történt? Piros rakéta. Balra előre. Adja ide. Egy kis jacht az. Kasmír és sejem. Kár érte. Mondd, miféle ember vagy te? Irányt változtatunk, mentőcsónakot! Dr. Schröder is menjen hát, ha orvosra van szükség. Nem is, inkább majd én. Szóljon a központnak, időpont, helyszín, stb. Értettem. Tovább lassan előre! Észrevettek. Felénk tartanak. A Deutschland. Gerd mégiscsak utazhat vele. Ezt még megbánod. Ezt még nagyon megbánod. Figyelmeztetlek, Stella. Gerd szívinfarktusban halt meg. Ha valami mást mondanád, megesküszöm rá, hogy te ölted meg. Az infarktust nem fogják elhinni. Látszik, hogy Gerdet megfojtották. Nem látni. Egy drága kasmír pulóver. Nem hagy nyomot. Tájékoztasson, hogy mi van a hajón. Akkor is, ha segítség kell. Természetesen. Sajnálom, későn értem ide. Mikor is esett össze a férje? 3-4 órája végig próbáltunk segítséget hívni, de eddig senki nem vett észre. Elnézést, összezavarodtam. Nem szeretném egyedül hagyni magukat. Az nem is lehetséges. Fogalmam sincs, mit csináljak a hajóval. Götze úr volt a kapitány.
Istennek, kora reggel, az utasok még alszanak. A hölgy Stella Götze és Paul úr. Örvendek. Az elhunyt Götze asszony férje volt. Részvétel. Megadtuk a jacht helyzetét és figyelmeztettük a hajókat az akadályra. A többit a parti őrség intézi. Jöjjön. Nos, ahogy már mondtam, kapitány, Götze úr úgy 3-4 órája szívinfarktust kapott. A felesége és Paul úr már nem tudott segíteni. Elnézést. Sajnos nem tudok utaskabint felajánlani, teljesen tele vagyunk, de a hajónk legénységi szállása is egészen kiváló. Nagyon hálásak vagyunk ennek, amiért befogadott. Kérem. Ha szüksége van valamire, kérje Beatrice-t. Ez ugyan nem egy luxus kabin, de remélem, hogy ki tudja pihenni magát egy kicsit. Őszinte részvétem. Biztosan szörnyű órákat élt át. Igen, így volt. Nagyon jól csinálod. Csak így tovább. Most a kezecskét áthúz. Szólok a kapitánynak, Regina. Várj egy percet. Még nem is bűfizett a baba. Bepelenkázom. És még korán van, mindenki felébred. Legyél okos, jó? Jól van, anya vajába. Ne tedd még nehezebbé. Csak még egy órácskát. Kérlek. Csak egyetlen órát, jó? Jó reggelt! Német követség. Tegnap délelőtt egy Oaklandi szupermarketből elloptak egy babát. Egy zavar tudatállapotú fiatal nőt gyanúsítanak, nem először próbálkozik már, de eddig mindig visszaadta a babát. Most azt vallotta, hogy a kicsit átadta egy kedves német turista nőnek, aki azt mondta, hogy egy hajón lakik, mégpedig a Deutschlandon. Ez nem lehet igaz. Beatrice azonnal jöjjön a hídra, de minél gyorsabban. Hello, Miki. Lebuktunk. A hídon már mindent tudnak. Kérem, mondjon már valamit. Nem vagyok benne biztos, de van egy ötletem. Szóval lehetségesnek tartja? Jó reggelt, Gervinius asszony. Jó reggelt, kedvesem. Üzenetet hoztam Helma Matternek. Ide tegyem? Igen. Köszönöm. Kérem. Összeszedtem az összes szennyest. Kocogni akartunk. Szeretlek. Igen, már is beléd szerettem. Azt akarom. Túl korai. Korai még az ígérgetés. Jézusom, mi lesz ebből? Kérlek. Teljesen átérzem a helyzetét, Hartmann asszony. De közben tanácstalan vagyok. Hogy tehetett ilyet?
A nő kétségbe esettnek tűnt. A kezembe nyomta a babát és elrohant. Azt hittem, az lesz a legjobb a kicsinek, ha magammal hozom. Nem tudhattam, hogy a nő nem az édesanyja, és hogy ellopta a kis Diana-t. Ezt tényleg nem tudhatta. Egyébként a kicsit nem Diana-nak hívják, a neve Harriet. A Diana-t az a nő találta ki. Harriet? Ó, már mindegy. Én kis hercegnőm. Mondja meg az anyjának, hogy jó sora volt. Hogy nagyon jó volt neki velem. És most hogyan tovább? Először beszélnem kell a követséggel. Engel a nevem. Jó napot, maga a hajóorvos? Igen. Jó napot, Engel úr. Kérem, jöjjön be. Jó napot. Mik a panaszai? Nem rólam van szó, hanem az utasról, akin már nem tudott segíteni. Akinek nem tudtam? Mert már nem élt, amikor ide került. Biztosan az infarktusban elhunyt betegre gondol. Honnan tud róla? Igen, rá gondolok, de nem hinném, hogy szívinfarktus végzett vele. A szülők már úton vannak a legközelebbi kikötőbe, és ott átveszik a babát. De addig még szeretné megtartani a kicsit. Sőt, megkérjük rá. Különben kivigyázna Harrietre. És ebben a kikötőben mi történik a nejemmel? Letartóztatják, vagy... Hartman asszony véletlenül átaludta az indulást, aztán pedig megijedt. Bizonyítja be valaki az ellenkezőit. Még beszélünk, fiatalember. Megpróbálom felvenni a kapcsolatot a szülőkkel. Szeretnék beszélni az anyjával. Ennyivel tartozom neki. Kérem, folytassa, Engel úr. Nos, véletlenül hallottam, ami egy kicsit kínos is. Amikor azt mondta, hogy 3-4 órája állt be a halál, de ez nagyon valószínűtlen. Ennyi idő múlva már beállt volna a hullamerevség. Ez esetben a halott karja nem eshetett volna ki az előbb a pléd alól. A fenébe igaza van. Kérem, üljön le. Köszönöm. A halál valószínűleg előbb állt be, vagy később. Lehet, hogy nem sokkal azelőtt, hogy átvette a hullát. Itt valami nem stimmel. Tudja, mi jutott még az eszembe? Hogy fura, pontszerű bevérzések voltak a bőrén. Az arcán és a halántéken. Akut szívleállásnál is előfordulhat az ilyesmi, de ez elég markáns volt. Ugyan nem vagyok patológus, de... Én sem vagyok az, de 40 év szolgálat alatt láttam már ezt-azt. Pontbevérzés. Van ellene kifogása, hogy újra megnézzük a holttestet? Két kampárit szeretnék, elviszem. Már is. Hé, elnézést, beszélhetnék veled egy pillanatra? Csak pár perc. Aztán rohanhatsz a fontosabb találkozódra, jó? Róza, ne haragudj, jó reggelt! Jó reggelt! Kérlek, ne sértődj meg! Nem sértődtem meg, ülj le, kérlek! Mondd csak, csináltak sajtófotókat a kirándulásotokon Oaklandben rólad és Helma Matternről? Nem. Miért? Ezért. Hol szereztem? Helma Mattern kabinjából. Jó, illegális volt, de hogy is mondják, a cél szentesíti az eszközt. De most neked kell kitalálnod valami okosat. Mert én, kedves barátom, kivételesen kész vagyok. Bár szerintem egész jó kép lett rólad. És róla is. Valóban, van vér a hallójáratokban. Ez is a folytogatás további bizonyítéka. Lássuk, mink van eddig. Pontszerű bevérzés, vér a hallójáratban, karcolás a nyakon. A férfi megpróbált megszabadulni a folytást okozó eszköztől, és maga karcolta össze a saját nyakát. Nézzük meg alaposabban a körmeit. De hogyha megfojtották, nem kéne látszani a kötél nyomainak? Tegyük fel, hogy nem kötél volt, hanem valamilyen ruhadarab. Egy sál, vagy akár egy pulóver is lehetett.
A halál beállta után nem hagy semmi nyomot. A körmök nagyon töredezettek, valószínűleg védekezett. Talán dulakodtak a fedélzeten. Nem látok lőpornyomokat, biztosan nem volt fegyvere. Most mire gondol? Arra, hogy mindenek előtt beszéljünk a kapitánnyal. Aztán kérdezzük meg még egyszer a fiatal özvegyet. Van kedve elkísérni? Mint mondtam, nyugdíjba mentem, és nyaralni jöttem. Hello. Valami baj van? Szeretnék bemutatkozni. Paula Pattini vagyok. De ezt maga rég tudja. Maga ki? Frederike Gerber vagyok. Az a Frederike Gerber. Igen, az. Mit akar tőlem? Interjút Paula Pattinivel. Paula Pattini nem ad interjút. Akkor Heinz Schulzzal. Heinz Schulz túl érdektelen egy interjúhoz. Egyébként is egy lúzer. Egy bolond, akit bárki az ujja köré csavarhat. Az olvasóit az ilyen alakok érdeklik. Nem beszélhetnénk komolyan, Heinz. Nem hinném. Minek is. Gondolom rég tudja, mit fog írni. Jó napot, Engel! Jó napot! Na, hogy teljes legyen a győzelmed, tudd meg, hogy lezártam a Mattern ügyet. Hogy zártad le? Hogy érted ezt? Megmondtam Helma Matternek, hogy nem akarok találkozni vele többet. És ezt a győzelemnek nevezed? Ennél jobbat is kitalálhatnál, valami eredetit? Hogy érdekesebb, zaftosabb legyen a szakítás. Mit is izgatom magam. 3 óránál tovább úgyse vírod ki nélküle. Akkor rosszul ismersz. Téged kerestelek. Tűnj innen. Nem tehetem. Úgy néz neki, mintha kerülnélek. Valakinek feltűnhet. Másrészt sajnos nem is közeledhetek hozzád. Mert az is feltűnő lenne. Micsoda? Mi bajod van? Hagyd abba végre, kérlek! Te ölted meg Gerbert. Á, igen? Bizonyítsd be! Már az indulás előtt eltervezted. Miért? Mi tartott neked? Durván kihasznált. Éveken át. Tehetséges építész voltam, de ő egy alulfizetett műszaki rajzolót csinált belőle. Gyakran meg is alázott. Azt állította, nélküle senki lennék. Nos, most visszaszerzem a pénzem tőled. Nem igazságos? Mert téged is kihasznált, a fiatalságod. Majd meglátod. Milyen szép pár lehet belőlünk. Áru, de mit csinálnál, ha azt mondanám, hogy te ölted meg Gerdet? Mit csinálnál, hogyha nekem hinnének? Erre is felkészültem, meg fogsz lepődni. Feszíts csak bátran a húrt. Bár nagyon nem ajánlom. Götze asszony, Paul úr, a kapitány szeretne beszélni magukkal. Nagyon remélem, hogy mind a ketten tévednek. Én is remélem.
Igen, tessék? Götze asszony is, Pól úr. Sajnálom, kedves asszonyom, hogy a gyászát kérdésekkel kell megzavarnunk. Kérem, foglaljanak helyet. Köszönöm. Blume úr várjon kint az ajtó előtt. Dr. Schrödert, a hajóorvosunkat már ismerik. Asszonyom, le tudná írni, milyen körülmények vezettek a férje sajnálatos halálához? A jelentésemhez lenne rá szükségem. Nem tudok a kérdésre válaszolni, mert épp zuhanyoztam. És amikor visszatértem a szalomba, a férjem sajnos már nem élt. Pól úr, ezek szerint a halál beállt, akkor maga volt vele? Igen, nem egészen, azaz én sem voltam a szalonban. Felmentem levegőzni egy kicsit. Nagyon sokat ittunk, a szalon tele volt füsttel. Hallottam, ahogy Stella kiabálni kezdett. Benjamin, gyere le, Gerd összeesett. Aztán, amikor beléptem a szalomba, ahogy Stella is mondta, Gerd már halott volt. Nem volt ott, nem volt ott. Egyikük sem volt ott. Ezek szerint Götze úr önmaga okozhatta magának a folytogatás nyomait, ugye már? Hogy... Nem megkérdezhetem, hogy ki maga? Az úr Engel gyilkossági nyomozó. Gyilkossági nyomozó? Ez egy kihallgatás? Gyilkossági nyomozó a nyílt vízen. Egy luxus hajón. Ez egy rossz tréfa. Götze urat valamilyen ruhadarabbal folytották meg. Az áldozaton egyértelműen látszik, hogy erőszak történt. Megnézhetném kérem a kezét? Miért mutatnám meg? Ez az új társasjáték, mi? Nyomozás kezdőknek? Igazuk van. A férjemet megfojtották. Na jó, igazuk van, de önvédelem volt. Önvédelem? Igen. Götze úr azt hitte, hogy a felesége és én, hogy viszonyunk van. Ami egyébként nem igaz. Véletlenül igazat mond. Götze úr fegyverrel fenyegetett minket, aztán ránk is lőtt, de elvettük tőle. Én szorosan tartottam, a felesége pedig megfojtotta egy pulóverrel. A pulóvert később az óceánba dobtuk. Hogy micsoda? Götze úr magukra lőtt. Igen. Aha. Schröder doktor nem látott golyónyomokat a szalomban, igaz, doktor úr? Ó, igen, ez igaz. Nem is láthatott, mert a golyó a fedélzeti nyíláson át távozott. Figyeljen, ha csak kitaláltuk volna, nagy valószínűséggel csinálunk párjukat a falba, nem? Hogy hihetőbbnek tűnjön. Nem. Semmi esetre sem tették volna. Akkor ugyanis az első verziójuk lenne veszélyben. Az infarktus. Mindenki azt kérdezné, hogy honnan vannak a golyónyomok. Elővigyázatosságból magammal hoztam a fegyvert. Biztosan tele van Götze úr új lenyomataival. Mm-hmm. Akkor nyomtad a kezébe, amikor Gerd már halott volt. Nem találtam lőpornyomokat Götze úr kézfején. Götze úr nem lőhetett. És a halál beálltának az időpontja sem valószínű. Ha Götze úr akkor hal meg, mint állítják, akkor már beállt volna a hullamerevség, amikor a fedélzetre hoztuk. Adja fel, Pól úr. Na jó. Legyen így. Götze asszony házasságtörést tervezett, mert a férje nem bánt jól vele. Megkért, hogy öljem meg, és cserébe átengedte volna az öröksége egy részét. Természetesen nemet mondtam, mire megtette ő maga, amikor a férje részegen elaludt. Ja. Sajnálom, Stella, de nem megyek miattad börtönbe. Ez hazugság. Bravo! A hármas verzió. Egyébként eddig a legrosszabb. Megnézhetném a kezét, tisztelt asszonyom. Köszönöm. Götze asszonynak hibátlan körmei vannak. Gondolja, hogy ilyenek lennének, ha teljes erővel rángat egy ruhadarabot, hogy megfojtsa a férjét? Nem. De maga tudja, hogy milyen az ember körme egy ilyen büntet után. Mint a magáé, Pól úr. Nem mondok többet. Ügyvédet kérek, a következő kikötőben beszélni fogok a konzullal. Nagyon örülök a kérésének, Pól úr.
természetesen teljesíteni is fogjuk. Blome úr! De addig sajnos le kell tartóztatnom. Tegye, amit tennie kell. Nem tanúsítok ellenállást. De majd meglátja. Nem a bűnös zárja be. Tessék! Hello, Miki. Gyere be. Ülj le. Én... azt szeretném tudni, hogy még haragszik-e. Hogy tegnap nem árultam el magának, hogy a feleségénél van a baba. Nem. Egyáltalán nem haragszom rád. Regine kért tőled valamit. Segítettél neki. Nagyon jól csináltad. Kérdezhetek valamit? Persze. Megbeszélnék veled valamit. Persze, azonnal nemet mondhatsz, de ha esetleg igent mondanál, akkor is azt kérem, gondold át jó alaposan, jó? Elmondjam a nagy hírt! Na? Valószínűleg örökbe fogadnak. Ez ugye vicc? Nem viccelek. Tényleg örökbe fogadnak? Kicsoda? Ki? Hát ti! Én előbb őt akartam megkérdezni, gondoltam, te valószínűleg bele fogsz egyezni. Persze, Paulsen kapitánnyal is beszélnünk kell. Á, nem lesz kifogása, mert csak idegesítem. Van már gyerekszobátok? Válthatnék magával még egyszer néhány mondatot, Schulz úr. Mit akar még mondani? Hogy rég férnél van? A férje talán éppen a lapja kiadója? Aki szintén a hajón van? Akinek titokban mindig odaintett? És remekül szórakoztak ezen a naív, hőszerelmes pasik. Ha nem tudnám, hogy Paula Pattinivel beszélek, egy szerzőnővel, aki a saját szörnyű helyzetét azonnal regény részletté alakítja át, még hajlamos lennék megsértődni. Erre még szüksége lett volna a cikkéhez. Nem. Nincs rá szükségem. Mert nem lesz semmiféle cikk Paula Pattiniről. Ne. Eltekint az óriási honoráriumtól. Igen. Talán akad jobb megoldás is. Micsoda? Például, hogy feleségül megyek egy gazdagnőhöz. Gazdag? Vagy talán Paula Pattini nem gazdag? Jó estét. Jó estét. A kapitány akart velem beszélni, igaz? Igen, így igaz. És mit szeretne tőlem? Az a legjobb, ha ő maga mondja el. Köszönöm, asszonyom, hogy ide fáradt. Engel felügyelő dr. Schröder és én még egyszer végigmentünk a vallomása részletein. Meggyőződtünk az ártatlanságáról. Örülnék, ha velem vacsorázna. Köszönöm. Kérem. Na, ugye? Nem megmondtam. Csak megpuhította. Egy ilyen kiváló emberismerettel rendelkező hölgy igen jól jött volna az őrsön. Hadd mutassam be Götze asszonyt. Jó estét. Jó estét. Nagyon sajnálom. Mit? Hogy minden képet a tengerbe dobtál. Ó, csak szimbolikusan. A negatívok megvannak.
Bármikor elő is hivathatom. És a legszebbet megtartottam. Ó, szabad lesz? Ez lenne a lehető legjobb kép az új-zélandi regényed borítójára. A címét is kitaláltam. Tamaki Makau Rau. És ez mit jelent, kérlek? A száz szerető városa. Ó, hogy csinálod? Paula majd megoldja. Na, ugye tudják, mit vállalnak? Ó, azt hiszem, egész jól kiismertük egymást, nem? Reméljük, nem fogja hiányolni a fiút. Persze továbbra is látogatja majd, de velünk együtt. Ehhez ragaszkodom is. Főleg, mert az elmúlt két órában évekkel lett érettebb a srác. Na, ugye megmondtam? Ó, pasik! Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégek! Amikor kapitányként nekikezdek az ünnepi beszédnek, mindig nagyon különlegesen érzem magam. Az utunk a végéhez közeledik. Ha elhagyják a hajót, a szívükben magukkal viszik az út során szerzett összes kis és nagy emléküket. Vajon milyen emlékek lesznek ezek? Reméljük, hogy gyönyörűek. Ezekkel a szavakkal emelem poharam önökre, és kívánok további kellemes estét.